A konszenzusnál jobb eredményeket közölt az OTP, de ha megnézzük a számokat közelebbről, akkor azt látjuk, hogy sem az orosz, sem az ukrán, sem a magyarországi tevékenységben még nem láttunk átütő változást. Több olyan korrekciós tétel is módosította az eredményt, amire nem számítottunk. A jövőre nézve az a legfontosabb, hogy a Questorral kapcsolatos költségeket még nem számolta el az OTP, valamint az Európai Bíróság döntésére vár azzal kapcsolatban, hogy körülbelül 5 milliárd forintnak megfelelő adóvisszatérítést kaphat az orosz és az ukrán leányok teljesítmény. Miatt. A kilátások továbbra sem kedvezők ebben a tekintetben, de a bolgár lány továbbra is a várakozásokat jóval meghaladó eredményt ért el. Fordulat még nem jöhetett el az első negyedévben, hiszen ez a negyedév az, amelyeket legjobban megterhel a bankadó, ezt külön is elszámolják, valamint a devizahiteles rendezés. 2016-tól várhatóan a magyar GDP fellendülése segíti majd az OTP bank munkáját. Ugyanakkor továbbra is nagy kérdés, hogy mi történik majd az orosz és az ukrán leányokkal. Ma délelőtt 9-kor kezdődik a sajtótájékoztató, itt talán erről és a lehetséges osztalékról is fognak beszélni, bár még nagyon korai lenne. Délután 3-kor az elemzői konferencián inkább a részletekre, a szakmaiságra fogunk figyelni.